a fejek mostanában doppingügyekben, sorra meszelik el a világhírű kerékpárosokat, Contadort és Urikot, megfosztották már címeiktől. Az idei BL-ben szereplő focista is megbukott már. A franciák ráadásul a spanyolokat gúnyolják, belekeverve a botrányba például Nadált és Iker Cassiázt is. A vada úgy tűnik, hogy súlyosabb eltiltásokat szeretne, ugyanakkor persze azt is elmondhatjuk, hogy érezhetően közeleg az olimpia. Vakarek György, orvos zopping szakértő, aki egyben a Magyar Olimpia Bizottság orvosi bizottságának és a sportegészségügyi szakmai kollégiumnak is tagja a vendégünk ma reggel. Jó reggelt kívánok, reggelt, úr. kívánok. Nos, hát ugye mindig vagy az a helyzet, hogy jobban figyelünk az olimpia évében ezekre az esetekre, és ezért tűnik egy picit talán intenzívebbnek a, a vagy tényleg az a helyzet, hogy ilyenkor egyfajta példastatuálás miatt az ember úgy érzi, hogy talán, talán szigorúbb szemmel, inkább nagyító alatt figyelik az sportolókat, ahogy közelítünk az olimpia felé. Melyik, melyik, megérzés az igaz? Mind a két ok szerepet játszik ebben a jelenségben. Én még egy picit hozzátenném, hogy a nagyon súlyos dollár 10 milliókat felemésztő a tevékenysége, és ilyenkor Eiffel-tól kerül. Minden hatóság szeretné igazolni a belé fektetett hatalmas pénzeknek a, a hasznosítását ezért gyakorlatilag, ha nincs baj, akkor meg keresnek, és be fogják bizonyítani, hogy az ő létük az nagyon-nagyon fontos ebben a Értem. konstellációban. Ugye az is igaz persze, hogy most 2012-ben születtek meg ezek a döntések, de azért ezek egy, ez egy korábbi ugye, doping eseteknek tulajdonképpen a most már jogi tárgyalását követő mondjuk úgy ítéletek, tehát más kérdés ugye, hogy a két esztendő így ebből a szempontból összejött, de beszéljünk valóban egy picit a, a, a konkrétumokról abból a szempontból, hogy nagyon sokféle sportágat kiemelhetnénk. Ugye divatos volt éveken keresztül, mondjuk a korábbi nyári olimpiákra visszagondolunk, dopingérzékeny érzékeny sportágakról beszélni, na de van még olyan ön szerint, amiben nincs jelen valamilyen formában a tiltott teljesítményfokozás? Meg nyilván vannak, ha vannak doping érzékeny sportágok, vannak kevésbé. De igaz -e ez olyan szempontból is, hogy nincs is? Hát vagy ugye, egy olyan sport, amiben nincs doping. Itt egy picit különbséget tennék a között a dopingolás között, ami valóban egészségkárosító, vagy pedig úgynevezett vétlen vagy oda nem figyelő esetebe történő dopingolás. Számomra nagyon nehezen emlékeztető volt az a tény, hogy például Sydneyben egy kis gyerekként kezelhető román tornászlányt egy véletlen folytán egy köhögés csillapítóba levő efedri miatt eltiltottak, a életálmát az olimpia aranyért, ez, 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 tragikus, mert ez egy értelmetlen dolog. Én. Tehát ennek a világon semmiféle teljesítmény fokozó vagy egészségkárosító hatása nincs, és közben egy csomó dolog ki is került a doping listából, belátták utolat, de az embereknek a, 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 az életét nem hozza vissza ilyen szempontból, ami a sporthoz kötődik, tehát ez, ez, borzasztó. Vagy az a dopingolás, amelyeket előre megfontolt szándékkal Kifejezetten a család széljából követnek el, és ennek komoly egészségkárosító hatása is van, ami főleg a hormon a készítmények szedéséhez fűződik. Uh -huh. Ugye tudjuk, hogy a hormonérzékeny, illetve hát a dopingérzékeny sportágak közül talán a kerékpár az első, hiszen ott a Dopping listán szereplő összes dopping csoportot úgymond érdemes alkalmazni, mert a stimulánsoktól az EPON keresztül, a, a hormonokon át minden, minden. szerepet játszik, uh -huh. hiszen ez egy jó, nem csak állóképességet, hanem gyors erőt, meg tehát gyakorlatilag egy nagyon is. összetett igénybevételt jelent a szervezet. Én nyugodtan kimerem jelenteni, hogy itt a bármelyik nagy a profi verseny első 35 befutójának, csak meg kéne kapigálni, szokták mondani, hogy nincs egészséges ember, csak rosszul kivizsgálni, mondhatnánk azt is, hogy nincs, nincs dopingmentes nincs kerékpár, profi kerékpárs, hát, ugye, csak ez rosszul ez nagyon vizsgál. lesújtó, amit mond, de hát, nyilván ez az igazság. Minden, hát az emberek többsége a kerékpár, azért ki egyszer kipróbálni felszerelni egy kerékpár egy sebességmérőt, és a 35 km-es sebessége, síkterepen, szélcsendes időben, Brutális. mondjuk 8-10 percet perékpározni, aki nem edzett. Na most, ezek a versenyzők 55-ös átlagot mennek, ami azt jelenti, hogy amikor lejtő lefele mennek, akkor 75 -e vagy 80-ra mennek, hogy a munkások találjuk el... szóval tehát... hogy lehet három órán keresztül egy ilyen dolgot még edzett embernek is csinálni? Én azt is mondom, hogy amit ugye a mai európai élfocis táktól elvárnak, azt sem lehet csinálni, egy, -egy héten két-három csúsz mérkőzésen mondjuk tényleg 90 percet gyakorlatilag groham végig labdarugni, de ez egy másik kérdés, és az ember nyilván nem, nem akar tényleg azt gondolom sem vádoskodni, sem ilyen jellegű fejtegetésebe bocsátkozni. Az viszont tényleg érdekes, hogy, hogy, akkor ezek szerint ezek a fajta sportok, amelyekben ilyen fajta emberi teljesítményt kell ilyen idő alatt leadni, ezekre gyakorlatilag tekinthetünk úgy, és ebbe az atlétikától elkezdve nyilvánvalóan azon sportágok is, ahol kifejezetten mennyiségi izomerőre is szükség van, úszás és megsorolhatnám, akkor úgy kell ezekre tekintenünk, hogy ma már gyakorlatilag világ élvezője hát alig-alig mentesülhet valami fajta teljesítményfokozástól? Nem mondhatjuk és nem vádolhatjuk azokat a sportolókat, akik ugye tiszták. Uh, úgymond tiszták vagy tisztának tűntek, illetve én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy uh, a tőlük levett biológiai mintában, uh -huh. ami lehet vér vagy vizelet vagy hajszával, nem tudom, de a vér-vizelet általános, adott pillanatban nem találtak semmit. semmit és ennek sok oka lehet, vagy találtak olyan úgynevezett designer, uh, steroidot vagy olyan dolgokat, ami egy... egy növekedési hormonak átszázott valami, amivel egy-két gyököt kiszedtek, Lásd, ugye a kábítószernél is vannak designer drogok, uh -huh. ezeket, a ezek követték a doping trendet, Így mert hogy bizonyos laboratóriumokban ezeket elő tudták állítani, ez pénz kérdése, tehát én azt mondom, hogy 150 ezer dollár között, ami tegyük zárójelbe egy profi atétának az induló indulódíja, uh -huh. ugye? Hát egy uh -huh. ilyen indulódíból, ahol fölép valahol, meg lehet venni egy ilyen szteroidot, amivel soha nem fog tudni lebukni, mert egyszerűen neki rajzolják, designer szteroid. Tehát most innentől kezdve mi értelme van a 25 milliós éves vada költségvetésnek. Hát amikor, ő mondja, ő mondta ki, hogy mi értelme mi, van, egy, egy két, csak kérdezem, igen, hát majd igen. a választ azt megadja az élet. Tehát gyakorlatilag mindig ilyen nyulakat fognak meg, akik, akik valamit vagy tényleg hibáztak, tehát olyan húst igen. kapott, ami egyébként Kínában nem lehetett. Visszatérve mert. akkor Contadorra, ő ugyan erre hivatkozott, hogy ő olyan fertőzött húst evett, amiben nyilvánvalóan jelen volt olyan anyag, amit aztán nála úgymond tiltott teljesítményfokozóként mutattak ki. Lehet ebben igazság? Lehet. Különösen ugye a manapság a, a tenyésztett állatok húsa, a, a gyors profit érdekében minél gyorsabban, minél kövérebb és minél több húsz legyen föl, ezért hormonokkal nyomatják őket és mondom, uh -huh. ez különösen Dél-Kelet-Ázsiában divat. Azt, hogy kontador szervezetében ez volt, arról kizárólag ő tehet, mert ezt mondják na ügyesen úgy lett meghozva ez a szabály. Tudom, a vadak a szabály, kettő, igen, pörgettető, az kettő, 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 függetlenül hogy kerül bele teljesen minden. Igen, tudom, tehát gyakorlatilag ugye a vadat abszolút nem vizsgálja hogy milyen körülmények között? Egy dolgot, ha valóban megszegik, ugye bármilyen úton, módon ugye a vada előírásait, ez nem csak azt jelenti, hogy valakinek a szervezetében van, de mondjuk például megpróbálta ugye az ott esetben ezzel kereskedni, vagy továbbadni, vagy üzérkedni, vagy bármi egyéb, akkor ezek már mind-mind dopingvédségnek minősülnek, független attól, hogy az ember esetleg sosem fogyasztott ilyen szert. Egy profinak az is dolga, hogy odafigyeljen, hogy mit iszik, hol nyitja azt fel. Ugye ez az élet más területére érvényes, Majd fiatal lánynak nem tarácsos egy szórakozó helyen egy olyan italt elfogadni, amit nem a szem előtt. Lehet, Ez mindig az, annak ugye, is hát lehetnek is. szörnyű következményei, csak az ember mindig azt mondja, hogy a mai világ, ugye, amikor ennyire egyértelműen éles verseny gyakorlatilag nyit uh, nyithagyja azt a kaput, hogy valaki bűncselekmény áldozata lesz. Tehát, hogy belecsempésznek az ételébe uh, olyas valamit, amiről ő tényleg nem tud, mert mondjuk éppen egy olyan helyzetben képtelen volt rá odafigyelni, mert mondjuk fönn volt a birkózó szőnyegen, amíg neki az itala nyilvánvalóan nem a szőnyegen volt, hanem mondjuk a táskájában. Tehát előfordulhat olyan eset, amikor valaki tényleg maximálisan vétlen módon kerül ilyen helyzetbe, és akkor egy életmunkája lesz oda. Ez pontosan így van, ezzel ellen gyakorlatilag meg kell tenni minden szükséges olvintézkedés, de mindig történhet uh -huh. egy, egy X-el. -er, ameddig ekkora pénzek mozognak a TV közvetítésekben, amikor egy olimpiának megveszik a jogát, ahol az embereket arra motiválják, hogy a sportolókat, hogy kövessen mindent és produkáljon jót, amire az emberek odafigyelnek, mert különben nem lehet reklámokat akar eladni a résidőkben addig az emberek mindent meg fognak tenni. Itt milliókról van szó, nem arról, hogy mit kap egy olarnyére, mert hanem a, a reklámok, stb. egy összes által bevonzott pénz. És annyi ember érdekelt, és annyi cég, és annyi szervezet nyilván annak az egy embernek mondjuk a győzelmében, ha mondjuk egyről beszélünk. De most azért, amit az imént mondott ezzel a designer droggal, vagy mondjuk így teljesítményfokozóval kapcsolatban, azért keserettem el nagyon, mert egyrészt hiába szerettem volna rá kérdezni, ugye, ami most látható, hogy azért a vada általában az olimpiák előtt mindig előáll valami új dolog, hogy most még mit fog vizsgálni. Többnyire ezek mindig olyan dolgok, amit már azért a világ élsportolói már vagy nem használnak, vagy már mást használnak, tehát hiába tűnik újszerűnek, ez a rabló pandur harc, ez gyakorlatilag úgy tűnik, hogy mindig a, a, rablók javára dől el. És akkor ebben a tekintetben én azt érzem, hogy azért, amit ön is mondott, hogy akinek van pénze, legyen ez Nemzeti Olimpiai Bizottság, tehát aki olyan körökben mozog, olyan ország sportolójaként képviseli mondjuk a hazáját egy olimpián, az gyakorlatilag ha jól értem, akkor megfoghatatlan, mert amit ön is mondta, ha az ő szervezetére, ha az ő ö, tényleg génállományára készül gyakorlatilag egy teljesítményfokozó szer, akkor ezek szerint ez kimutathatatlan. Van egy mondás, hogy minden lánc olyan erős, amilyen a leggyengébb láncszeme. Megvan a leggyengébb Pénz Pénzkérdése, hogy milyen módszert fognak alkalmazni, mert ma már lebukni olyan dologgal, ami ugye rajta van, a, egy laboratóriumnak az adatbázisában gyógyszer, ezt ma már nem millik meg a ciki, tehát az, az, az tehát mutassák, tehát ez a gyorsabb a dolog. Ma már olyan dolgokat, egyetlen egy a lehet ezt megúszni, hogy olyan szert csinálni, amit nem lehet kibutatni. Milyen a vegyipar ma? szárnyal a világban. Milyen a génipar, genetikai par, szárnyal a világban. Még a Ak akkor csak annyit mondja nekem, és akkor még nem is tértünk ki a hazai versenyzőkre, de talán jobb is. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ne, is, ne, is, beszéljünk erről, mert azért most, amit festett, azért az reális, de, de elég szomorú kép. Mi, mi, lehet a sláger most akkor csak az olimpián? Ezek szerint olyan dolog, amit nem is ismerünk. Azért a magyar sportolókat figyelmeztetném, hogy az a éveken át alkalmazott úgynevezett inzulinszerű növekedési hormon, amiről azt hitték, hogy nem lehet lebukni, ez ma már megvan a kulcs, tehát azért ezt hagyjuk abba, uh -huh. aki ezt alkalmazta, illetve hát ezeket a, a úgynevezett... Tehát ö, in innen üzeli, a... doktor azért ezt nem igen, tud igen, tud ezeket mi? jól lenne. Na most, hogy, hogy, hogy igazából mi a sláger, és hogy, hogy elkeserítő a kép, ö, azért egy picit árnyalnám azzal, hogy azért nem minden sportál doping érzékeny, és azok, amik mondjuk egy súlyemelés, vagy a kerékpár, vagy egy nem tudom, tehát ezekben azért nem vagyunk ott a csúcs, nem kell a, a nagyon aggódnunk, tehát egy ritmikus sportgimnastika, egy, egy, a női úszás, vagy a férfi úszás, vagy, a, vagy a, egy, egy egy szép műugrás, vagy valamilyen szinkronúszás, vagy bizonyos atlétikai szám vívát, ez ebben nem jellemző valóban, és van, ahol nincs is értelme, tehát igen, egy, egy boxban nincs, igen. hát egy úszásban sem érdemes terülni, hát első És ne, biztos, tehát, egész biztos vagyok benne, hogy, hogy összességében szerintem száz százalékában tiszta a magyar sport, ha valami, egyrészt nincsen annyi pénze az embereknek, hogy a 150 ezer dollár vegyen egy olyan tisztázatlan folyamatú doping procedúrát, az évek kellene, amit be kell lőni az laborat. Tehát erre iparágak épültek, ugye egy, egy Kínának vagy egy volt orosz nyilván mások a, a programban be És államokról ne is beszéljünk. Hát igen. azokra így van, ne is beszéljünk, ugye akik külön hajón vannak, és igen. mire fölengedik a mentőcsónakba, be, ez a rendőröket már mindenki kiürült mindenből. Ez bőn, is érdekes, hát, igen, ezeket igen, ezeket igen, igen, Ez, ez is egy külön dolog, akik igen. nem laknak az olimpiai Én úgy gondolom, programon. hogy a magyar sportista, tehát ha, ha, valami, akkor egy vétlen dolog lehet, valaki nem figyel oda, hogy én a Birkózó Szövetségnek vagyok most a sportorvos a többek között, tehát nálunk alapszabály az, hogy még egy széntablettát se lehet bevenni, annék, hogy ne tudjon az orvos vagy a, a, a szövetség hát az azt gondolom, hogy minden résztvevő érdeke, Pontosan, elemi érdeke. De semmit nem szedhetne be ezzel, aki profi, az aláért egy ilyet, hogy például a profizmusnak az egyik előfeltétele, hogy nem szedhet be semmit anélkül, hogy nem közölt. Aztán a felelősséget már mi átveszünk, mert akkor már nem tudom, hogy mi az, amit használhat. Köszönöm szépen, doktor úr. Örülök, hogy egy picit azért most sikerült egy kis szeletnyi meccetet látnunk arról, hogy mi várható ebben az évben akár az olimpián. Még akkor is, ha ez a kép egy picit nagyon is mondta, azért, azért elkeserítő, de ez a valóság. Köszönöm, hogy itt Köszönjük.